Sziasztok, éppen göndörítem a hajam. Már majdnem megcsináltam a lakás, amikor kész van, akkor megmutatom az egész videót. Addig is próbáltam törölni a régi képeket, meg videókat a telefonomból, és találtam egy nagyon sok videókat, amit nem is emlékszem, hogy csináltam. Úgyhogy ebbe a videóba összedobok Dominikai köztársaságból, ahol valaki néz ott fent. videókat a Dominikai köztársaságból. Már egyet felraktam, amikor mentünk a sauna Islandre, de van még egy csomó. És akarok erről több videót rakni, mert ez egy olyan hely, ahova a magyarok is járnak, úgyhogy akarok feltenni külön kajákról ott, mert majdnem minden helyen ott a köztársaságban, ami ilyen all-inclusive, azt jelenti, hogy benne van minden, hogy kaja, pia, annyit, amennyit eszel, annyit tudsz enni, vagy inni, amennyit akarsz, és ha valaki akar menni oda nyaralni valamikor, akkor itt egy videó. Én mikor kerestem, miatt mentünk, én kerestem videókat a kajákról, és nem nagyon találtam. Úgyhogy nézzek ki más néz. Úgyhogy remélem, hogy hasznos videó, és hamarosan kezdenek jönni újra videók sűrűbben. Szóval itt vagyunk Iberostar Grand Bavaroba, utána majd később átmegyünk a Sister hotelbe, ami pont mellette van, és ha ebben a hotelba szállsz, akkor tudsz belépni a másikba, a másik olcsóbb, de majd ott is megmutatom, milyen kaják vannak, mert bementünk, mert itt ezután éheztünk. De ha a másikba szállsz, akkor nem jöhetsz be ide. Ez egy adults only, szóval felnőttek csak, nem jönnek ide gyerekek. Úgyhogy azért jobb megírja a pénz, mert csendesebb van. Szóval ez volt a reggeli, csináltam egy avokádó toast. Összezettem kenyér, szalámi, meg tojás és avokádó. Ez a másik hotel, ami kicsit olcsóbb, és ide jöhetnek gyerekekkel. Belőle elég szép, nem olyan... Ahol mi voltunk, ott egy kicsit olyan több luxusabb. Ilyen volt a fürdőszobám, és igen, be lehet ide látni, de van ott redőny, amit le lehet húzni, viszont nem használtam ez a fürdőkád, mert van egy ilyen paranoiám, hogy el tudok kapni lábgombát, vagy valami bőrbetegség, nem tudom. Aztán bevettünk a hotel szuvenírboltjába, ahol minden rettentően overpriced. Overpriced azt jelenti, hogy drágább, mint más helyen. Úgy, mint a repülőtéren. Repülőtéren általában dolgok mindig drágább, mint máshol. Itt van a ebéd a mi szállodánkban. Sajt kint a melegen, amúgy nagyon meleg volt, és nem is csak meleg, hanem párás volt a levegő egész nap. Itt egy ilyen kis salsa rész, saláták, nagyon sok saláta volt, zöldségek. Kicsi-kicsi szendvicsek, majd megmutatom, egyet elvettem, hogy néz ki, nevetséges. Itt vannak a desszertek. Desszertek általában minden nap ugyanaz volt, vagy nagyon hasonló, és ez volt oké, ez ilyen boltba vették. Kajára, nem emlékszem, hogy mondtam a régi videómban, hogy olyan kevés van ezekbe a töltelék a szendvicsekbe, hogy a kaja minden nagyon egy ízű volt. Sokszor kellett kérnem sót, mert sótlan volt minden. Itt van még több salátákra, aztán itt van egy ilyen grillhely, ezek között a grill ez, vagy a húsok között tudsz kérni, hogy mit akarsz, és ők grillezik neked, úgy előtted. De minden más, az már kész kaja. Kivettem kis szalsza, lazac, valami más hal, és ilyen, mi az, pörkölt féle, íztelem, desszert. Oké, szóval ez a szendvics. Te atya jói, Isten, mi ez? Mi ez? Mi ez a töltelék? Van benne, ez nem is mustár, ez olyan mangó szósz. És egy kicsi darab uborka, és egy kicsi darab hal. Mi volt ez? Ez az olcsóbb szálloda. Nézzétek meg a különbséget. Itt rögtön vannak ilyen smoothies, kicsi smoothies. Aztán vannak másféle szendvicsek. Nézzétek meg a különbség, ez is a drágább hotelnek milyen nagy különbség. Itt még sushi is van. Nálunk nem volt sushi.
több ilyen saláták, kész saláták, vagy nem neked kell csinálni, ők már összetették. Ott a kenyér, az nem érdekel. Szóval ez a rész a videónak egy kicsit gyors lett, mert nagyon sok ember jött itt, több ember van, úgyhogy nagyon-nagyon nagy tömeg volt, és minden oldalból jöttek, próbáltam gyorsan felvidezni, hogy tudtam. Szóval igen, a vége ennek a videoklipnek nem lett a legszebb, tudtam volna jobbat csinálni, de ja, tolakodtak, és már nagyon néztek rám, hogy miért videózok olyan sokat a kajáról. Itt van a desszert része. Látszik, kicsit kevesebb desszertek, de elég finomak voltak. Sült csirke! A mi drága hotelben nem volt sült csirke! Mi folyik itt? Kaja dolgok, ilyen nagyon egyszerű zöldség összedobva valami szószal, meg rizs. Nézzétek, az a szendvics teljesen más. Pizza is volt. Ezt kértem ilyen valami csirke, fahíraz, taco, valami saláta, kis sushi, meg egy ilyen eggplant, vagy mondják eggplant magyarul. A lila szendvics. Azzal csináltak szendvics. Leeltünk egy koktélra a vacsora előtt. Közben nem nagyon sok mindent csináltunk. Talán biztos elaludtam egy ideig. Itt vannak a kacsák. Nem, ezek nem kacsák, ezek valami más. Itt van az egyik WC az egyik étteremben, mert van több étterem vacsorára, amit neked kell reserve, a kutyák a reserve, hogy neki kell mondani, hogy ez nap ide mész. A appetizer volt elég jó, valami krumpli, rajta valami tuna, és garnélarák tetején. Ezek voltak borzasztóak, ez egy filotésza. Mi ez? Oh my god, ez anyám rendelt egy levest. Mi ez ott egy tojás közepén? Az a filo ebbe, háromszögbe, ebbe volt karamellázódott hagyma. Ennyi. Olyan édes volt, borzasztó, de viszont vacsora elég jó volt. Az egyik kedvencem grillezett oktopusz. Én szeretem, mikor jobban le van grillezve, mikor a külseje ropogós, és a belseje nagyon puha. Itt oké volt, le volt grillezve, de nem olyan ropogós, ahogy én szeretem. Anyám megrendelt egy valami steak, ami isztelem volt. Nem volt rajta semmi ízesítő, se fokhagyma, se bors. Csak egy pici-pici só. Anyám rendelt valami tiramisu akar lenni, én meg egy ilyen dulce de leche, valami kis sütemény, ami elég finom volt, és ilyen karamellázódott valamilyen féle sütemény. Szerintem ez nagyon finom volt, ennék még egyszer, és a fagyi az is volt ilyen dulce de leche. Karamellás fagyi. Aztán nem fogjátok elhinni, mit találtam, ki lakik itt? Azt hittük meghalt, de úgy néz ki, nem itt él a Dominikai Köztársaságban. Mondja, meglátjátok, ki az. Itt Michael Jackson. Itt lakik. Itt be is fejezem a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és hamarosan újra beszélgetünk.